Békesség néktek! Ma a Jeremiás síralmaiból idézek egy igeverset, a harmadik fejezet 22. versében. Így hangzik az ige, az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Az elmúlt években több alkalommal számoltam be nektek a Szeghalom környékén élő hódokról, és bizony-bizony elég régen láttam már az ő nyomaikat. Itt van mögöttem egy tavalyi rágás, amikor egy fát kiszedett egy hód, megmutatom közelebbről nektek. Ez még egy régi munkája a hódoknak. És amikor itt jártam a környéket az elmúlt hetekben, hónapokban, kerestem a hódoknak a nyomát, de nem akadtam rá. Azt gondoltam, hogy már eltűntek a környékünkről, levadázták vagy elűzték őket valahogy, mert nem mindenki szereti ám a hódokat. Aztán most nagy örömömre megláttam egy friss rágást ezen a fán, láthatjátok. Itt vannak lent a földön a forgácsok, amiket lerágott ez az állat, és örültem annak, hogy újból felfedezhettem a hódoknak a nyomát itt a Berettyó parton. És az jutott eszembe erről, hogy sokszor így vagyok én az Isten kegyelmével is, hogy nagyon elesettnek, gyengének érzem magam, és ahogy a hódok úgy tűnik, hogy eltűntek, úgy érzem néha, hogy megoltottam én az én bűneimmel az Isten szellemét, és az ő ereje meggyengült bennem, megszomorítottam az ő szent szellemét. Sajnos van ilyen, előfordul velem is, mint bárki mással, és olyankor úgy gondoljuk, hogy már ez nem fog visszatérni. Aztán azt fedezzük fel az életünkben, hogy az Isten kegyelme valahogy mégiscsak megérkezik hozzánk, mégiscsak ott van. A kegyelemnek a jelei nyilvánvalóak az életünkben, mert nem csak mi kell, hogy megtérjünk Istenhez, nem csak mi tudunk megtérni ő hozzá, és amikor elgyengült állapotban vagyunk, akkor talán nem is akarunk megtérni ő hozzá, elfeledkezünk róla, elgyengülünk, de ez a kegyelem, az Isten kegyelme az ő szövetségéért megjelenik újból, és akkor megint meglátjuk a kegyelemnek a munkáját. Hát itt most felfedezhetünk egy újabb munkáját a hódoknak, fedezzük fel az életünkben Isten drága szellemének, kegyelmének a munkáját, aki megtér az ő népéhez, megerősíti az ő népét, nemhogy minket magunkra, akkor sem, ha vétkeztünk, akkor sem, hogyha nagyon nehéz időszakon kell keresztül mennünk. Bízzál, ahogy a hódokat nem lehet csak úgy hip-hop eltüntetni, Isten sem lehet eltüntetni az életünkből. Az ő kegyelme újból megjelenik neked. Amen.